Sziasztok, szép jó napot ismét, üdvözöllek benneteket a Hogyannak a következő adásába. Ezúttal innen mögöttem látható baseball pályáról, Érdről jelentkezünk, mely itt Érd Ófaluban található, és várjuk Terit, aki nem sokára érkezik, és mindent el fog nekünk mesélni arról, hogy hogy talált ő Érdre, hogy találta meg magának a baseballt, és mi ez a csodálatos dolog, amit ő itt fölépített. Gyertek velünk, Teri mindjárt jön, és indulunk. Hi, szia! Gyere, foglaljunk helyet! Sziasztok! Látjátok, meg is jött Terry. Itt szeretnénk bemutatni. Szia, Terry! Hello, szia! Megkérhetném, hogy a teljes nevedet mondd el, mert megmondom őszintén, nekem kicsit gondot akarsz kiejteni. Yeah, so Lingenhall of Terry. Oké. Okay. Tehát angol nevben, hogy Terry Lingenhall. Örülök, hogy találkoztunk itt érteni, itt a nagyon gyönyörű baseball pályátok. Elmondod nekünk, hogy hogy kerültél te Magyarországra? Ez jó kérdés. Amikor befejeztem egyetem, akkor hallgattam, hogy szüksége misszióban számítógép mérnökek, hogy programozni. És az, amit tanultam egyetemben, és nagyon jó ötlet volt nekem, ha tudok használni a szakmám Isten országra, akkor akartam. Szóval ez volt az első motiváció nekem a misszióba lépni. Egy év szolgáltam ilyen formában, és utána visszamentem dolgozni. A feleségem esküvő volt 1985-ben. Ezt biztos, hogy mondjam, mert különben ki fogsz kapni otthon. Igen. És mi döntöttünk, hogy akartunk, mint család, hogy szolgálni a misszióban. Mentünk a bibliai iskolába, és ott kerestünk, hogy hol az Úr akar nekünk szolgálni, és az volt 1988-ban, és több ember mondta, hogy nyitóbb ezen a terület, ezen a kommunista rendszer most nyitottabb, és jó lehetőség, hogy szolgálni itt a Közép-Európában. Szóval döntöttünk, és érkeztünk Bécsbe, és Bécsben voltunk 8 hónapra. De amikor Bécsben voltunk, akkor angol nyelven volt a szolgálat egy irodában, és döntöttünk, hogy akarunk, hogy egy cross-cultural menni, nyelvtanulás lehetőség lenni, szóval azért döntöttünk, hogy Magyarországra eljönni szolgálni. Az egyetemen te már baseballoztál? Nem, csak gimnáziumban. Yeah, és nem olyan ügyes voltam. Ezért lettél edző? Igen. De édesapám volt baseball edző. Hát akkor a családi vonal elég erőteljes nálatok, akkor így baseball fronton, és akkor volt honnan örökölni ezt a tudást és szeretetet is. Igen. Jó. Hogy kerültetek Magyarországon belül Érdre? Először laktunk a Budafokon, jártunk a Budafoki Baptista gyülekezetbe, és de 1994-ben kerestünk egy házat. És az OM-iroda már kötözte Érdre, és mi is kerestünk Érden egy ház, amit tudunk vásárolni, és vásároltunk augusztusban egy ház itt Érden. Gratulálok! Olcsóbb volt akkor. Tessék? Olcsóbb volt a ház akkor. Hát akkor még megfizethető volt, igen. Most már ez annyira nem jellemző. Ezek után kezdtél el gondolkodni, hogy meghonosítod itt a baseballt Érden és Magyarországon? Well, 12 év szolgáltam az OM misszióban, mint igazgató, és nem volt sok időm, hogy sportmissziót csinálni. De kóstoltunk a sportmisszióban. 1994-ben hívtam egy baseball, egy kosárlabda csapat a gyülekezetemről, Ohio-ból, és látogattunk 10 faluban, és csináltunk a sportmisszió kosárlabda keresztül. És utána 2001-ben
akkor Győrben volt egy nyári kampány, nyári evangelizáció, ami teljesen sport volt, well, nem volt nyelv is, de ott építünk baseball pályát, kosárlabda pályát, röplabda pályát, és 2 hét keresztül akkor missziót csináltunk ott. És az volt fontos, hogy a képzelésem, hogy milyen lenni a sportmisszió, mert látunk, hogy sok érdeklő azon a 2 héten, de amikor elmentünk, akkor nehéz volt, hogy a gyülekezetbe hívni őket, mert ő csak érdeklő volt a sportban, nem volt érdeklő a gyülekezetben. De amikor látom, hogy olyan érdeklő, hát gondoltam, ha tudok valamilyen forma, ahol folyamatosan kapcsolat tudok tartani velük egy sportban, az a jó evangelizáció forma. Szóval azért, hogy amikor befejeztem az időm, mint igazgató, döntettem, hogy kezdeni a klub, és a klub módszeren használni a sportmisszió. Ez mikor volt? Mikor kezdted a baseballt? Az első tevékenységünk volt 2002 húsvét hétvégén. Reklámoztunk újságban, hogy fogunk tanítani baseball itt Érden, és volt 60 ember, aki kijött a újság reklámból. És akkor nem tudtam, hogy más baseball volt az országban. De volt egyébként? Ja, yeah, kevesebb volt az információ, mert az internet nem olyan jó volt. De, és én gondoltam, hogy én fogok kezdeni baseball Magyarországban, de az nem volt így. 1991-ben létrejött a Baseball Szövetség Magyarországon. És hál' Isten azon a az evangelizáció után kezdünk edzést tartani, és tanultam, hogy van más csapatok Magyarországon, és beléptünk a magyar bajnokságokba. De most már ugye jó 20 éve megrendülve 2022 van, és ezek itt a kupák, ez nem az összes. Meg fogom nektek mutatni vágóképpen, mert itt mind a kettőnk mögött még nagyon sok van. Tehát egy elég sikeres 20 év van itt az érdi csapat és mögötted. Igen, de az első pár évet akkor nem olyan sikerült. Csak a 3. évben nyertünk az első mérkőzésünk. Hát azóta, ha jól látom, akkor folyamatosan. Igen, mert mindenki kezdő volt. Én is kezdő edző voltam. És de hál' Isten, akkor folyamatosan fejlődte a programunk, az egyesületünk. És 2008-ban akkor nyertünk a MB3, a felnőtt, és a U15 utompótlás. És akkor a másik egyesület lát meg, hogy jó az érdi program. Ezt az érdi programot egyébként más egyesületek átvették tőletek? 2008-ban a szövetség kért tőlem, hogy utompótlás koordinátor lenni, hogy segíteni a több egyesülete. Mert amikor kezdünk baseball itt Érden, akkor nagyon kevés volt az utompótlás lehetőség Magyarországon. És én célom volt, hogy bátorítani, segíteni, fejlődni azon a szintén a baseball, mert eddig csak a felnőtt keresztül nagyjából ment a baseball. Szóval sokat dolgoztam rajta, és sok egyesület is létrehozta utompótlás csapatok. Az edző képzésben tudsz segíteni a magyaroknak és a környező országbelieknek, vagy erre van egyáltalán bármilyen programotok? Yeah, az mindig volt a célom is, hogy segíteni az edzők. Szóval minden évben egyszer vagy kétszer én szervezem az edzőképzés itt Érden, és folyamatosan megy minden évben, és azt hiszem az fontos, mert a probléma a baseball Magyarországon, hogy keves azok, aki tud edződni, mert nem felnőtt a sportál. És szóval szükség, ha nekünk van több edző, akkor több csapat lenni. Szóval, az edzőképzés fontos nekem, és én szervezem azt.
Tehát ha bárki, aki szeretne baseball edző lenni és látja ezt a videót, akkor nyugodtan megkeresett téged, ugye? Igen, igen. Yeah, yeah. Már volt néhány falu vagy város, aki kapcsolat épített velem, és én segítem őket képzésben, de is felszerelést tudok segíteni, és bátorítani őket. Tehát a videó leírásába mindenféleképpen be fogjuk tenni elérhetőségét Terinek. Nyugodtan meg lehet őt keresni. Tehát aki edző szeretne lenni, vagy játékos, az bátran nyugodtan kereshet, és nem fog elutasítása találni, sőt, nagyon szeretettel fogjátok várni. És hát ilyen sikeres csapathoz fog tudni tartozni, illetve ilyen sikeres edzőtől fog tudni tanulni, hogy hogy lehet jól edzeni az utánpótlást. Gyerekek, hány éves kortól jöhetnek most ide hozzátok? Vagy hogy a szokás Magyarországon, hogy 9-10 évestől, de mi egyesületünk, akkor kezdünk a 6 évestől. Szóval nekünk van egy új 10 csapat, és bátorítani a hatalmas iskolából kezdeni baseball. És szóval az a helyzet. Ugye nyugodtan lehet hozzátok jönni baseball, azért nem csak nyáron, mivel nem csak arra körül fogunk nézni itt a területen, van egy téliesített lehetőségetek is. Hál' Istennek egy jó pár éve, mikor beszélgettünk arról, hogy ezt még szeretnétek, azóta ez meg is valósult. Igen. Tehát most nyugodtan lehet nyáron szaunának használni, viszont télen nyugodtan lehet benne folytatni az edzéseket, akár versenyeket is? Vagy arra alkalmas? Nem túl kicsi, hogy versenyt tartani benne. Volt egy T-ball verseny benne van, de nagyjából csak edzést tartunk ott. Igen, de ja, hál' Isten, akkor 7 év keresztül támogatást kérdeztünk, és végül is akkor ezen a sátor, nem épület, de sátor építünk, de nagyon hasznos és nagyon jól tudunk használni, nem csak a télen, de is amikor rossz az idő, máskor be tudunk tartani az edzést. U10-en kívül milyen korosztályok vannak még? Kik jöhetnek még hozzátok baseballozni? U10-en kívül nekem van U12 és U15, és utána a softball, az a női sport fajta, és 13 éves fölött játszanak a softball. Tehát a softball az a baseballnak a női megfelelője? Igen. Okay. És nekünk van 2 férfi csapat, amit 16 éves fölött játszanak. Egy az NBA 1-ben, és másik NBA 2-ben. Hány edzést tartottak egy héten? Minden csapatnak 2 edzés, szóval nekünk van 6 csapat, szóval 12 edzés van hétfőn. Nem unatkozom. Nem, de hál' Isten, nekem van más edzők. Mi, mint egyesület, nekünk van 2 importok, amit azt jelent, hogy hívtunk őket valahonnan, nagyjából Amerikából, de nekünk van egy kanadai srác, amit most szolgál velünk. Hívtunk őket, én adom neki szállás, és kicsi pénz adunk neki. Ő nagyon segít edzésen, de is edzésképzést csináltunk a saját játékosoknak, szüleiknek, és ők is segítenek. Hány meccset játszottok egy évben? Gondolom ezek a kupák azt jelentik, hogy azért nyertek bajnokságokat. Hány meccset játszottok nagyjából egy évben korosztályonként? Szokás, hogy kicsi függ, hogy hány csoportban a bajnokságban, és a szokás, hogy egyszer oda játszunk, egyszer ide játszunk. Szóval ha 10-12 az a szokás. Tehát plusz az a rájátszás. És az hány meccs? Rájátszás? Ha nézsz, akkor az lehetőség, hogy 6 meccs. Tehát akkor, ha bajnokságot akarsz nyerni, akkor egy olyan azért 20 meccsen azért hozni kell a csúcsformát. De is akarok, próbálunk, hogy sok tornák részt venni. Szóval múlt hétvégén voltunk Horvátországon, és részt vettünk a tornák a U13 csapat és U16 csapattal.
amit nem hivatalos a magyar bajnokságban, de Horvátországban az a korosztály. De is saját tornánk csinálunk eventként, ugyanaz kategória U13 és U16-tal, és az lesz októberben. Csak Magyarországon belül csináltok tornát, vagy nemzetközi tornákon is szerepeltek, akár közép-európai, európai? Igen, yeah, nagyjából a tornák, amit részt vettünk, az nemzetközi, szóval voltunk Horvátországban volt Bulgária, Szlovák, Szerb és a horvátok. És mi tornák lesz 7 országból. So, Lengyelországból, Ukránából, Szerbiából, Szlovákiából, Horvátországból, Magyarországról. So, nemzetközi. Egész szép, Közép-Európát nagyon szépen fölelő torna lesz. Igen. Ez mikor és hol lesz? Október 7-8-9. Itt a pályán. Itt érdem? Igen. Hát akkor biztatjuk a nézőket, hogy október 7-8-9, fáradjatok le ide Ófaluba. Ja, és kicsit különleges, mert elég jó a pályánk, hogy mind a kettő kategória edge-be tudnak játszani, so edge napban van 20 mérkőzés. Oha. Hát megpróbáljuk egyeztetni terüvel, hogy hívjon meg minket erre az eseményre, és akkor erről is beszámolunk. Ja. Mert ez elég nagy durranásnak hallatszik. Igen. Jó, Teri, köszönjük szépen a háttérinformációkat. Most, ha lehet, akkor menjünk ki a pályára, és ismerkedjünk meg a pályával, hogy egyáltalán hogy néz ki. Jó. Sőt, ha rá tudlak beszélni, akkor nézzük meg eszközöket is. Ütőt, kesztyűt, labdát, sisakot, minden ilyesmit. Oké, jó, szuper. Kint találkozunk, gyertek. Mi is értünk ide a versenypályára. Tehát elmondod nekünk, Teri, hogy mik azok az eszközök, amiket itt kell használni az, hogy biztonságosan lehessen játszani? Sport neve, baseball, azt jelenti, hogy bázislabda. És most van bázisok a pályán, most Dávid oda tettet. Szóval nagyon fontos a bázisok, ez a háza bázis, most fedve, mert még nem kivettünk a fóliát. De a háza bázis, kezdik az ütéssel, de először kicsit beszélgetés, van két csapat, a támadó csapat és a védő csapat, és a védő csapat 9 fős, és minden védő van kesztő. És a kesztő használnak, hogy kapni a labda, a dobásból, a más csoportásból, vagy az ütés, amit az ütő üt. És nagyon kemény a labda, szóval nagyon fontos, hogy a kesztő. Használni, mert lehetséges, hogy több mint 100 mérföld jön a labda hozzád. Az elég gyors. Igen, igen. Szóval a védők használnak a kesztő, és próbálnak kiéteni az ütők. Nagyjából minden védő csak a sapka és a kesztő, de van egy különleges védő, amit nevezünk a catcher, vagy elkapó, és ő áll a ütő mögé, a házabázis, mert szükség neki ezen a felszerelés, mert ha fals az ütés, vagy rossz a dobás, akkor nagyon fáj lenni. Szóval használni a lábvédők, a mellvédők, és egy szép haki sisak. Milyen sisak? Haki stílus. Hasonló, mint a kapu, a haki kapu. So az a különleges pozíció, az a catcher pozíció, de mindenki más csak a baseball sapka és kesztő használnak. És a legfontosabb dolog szerintem még ott van mellette, amit a baseball pályákról mindenki ismer. Igen, mindenki ismerni a baseball ütő, mert fedvér itt Magyarországon. És de a baseball ütő, akkor nagyon kemény is, kétfajta, akkor alumínium vagy fa. A felnőtt, a profi szinten, akkor fal használnak, de gyerek utánpótlás szinten, akkor alumínium, mert akkor kicsit könnyebb ütni, és is több bírni, mert a falütő sokszor eltől. Annak van jelentőség egyébként, hogy milyen fából van az ütő? Sok kemény fából építenek, igen. So, bambú, de is nem tudom a magyar nevük.
Beach, Maple. Felszerelésbe tudtok segíteni annak, aki jön hozzátok játszani? Lehet tőletek bérelni? Amikor csatlakozz be a csapatra, mindenki fog kapni egy kesztyű. Én javítunk neki, hogy vásárolni tudunk, de nekünk van használt kesztyű, és nagyon jó árat tudunk árusítani. De a catcher felszerelés a csoportos, a sisak is csoportos, és az ütők is lehet a csoportból. So nagyjából akkor a legminimum, akkor csak a kesztyű. De is tud kölcsön kérni a kesztyű, ha kellene. Oké. Jó, most pedig igen, megnézzük, hogy ezeket hol használják. Be vagyunk a pályára? Igen. A dobó, hivatalosan a dobó azon a dobó dombról dobni, és a feladat, hogy jó zónra dobni, azt jelenti, hogy ütő térről, ütő mellkásig, és a házabázis fölött, az a házabázis. Most próbálok ott dobni, és Dávid fog próbálni ütni. És a futás. Jutni a labda, és utána futni a bázisok között. És ha az futó tud futni a minden háza, a négy bázis között, és visszaérkezik háza, akkor fog kapni a pont a csapatnak. És mikor van bent, és mikor nincs bent? Tehát, az ütő kell a egyes és a harmadik bázis között lenni, ha érvényes. És azon kívül akkor sok szabály van, hogy mikor tudunk kiejteni, nem tudunk kiejteni, de nagyjából a támadás csapat feladat, hogy kiejteni három ember, és azt jelent, hogy vége a játékrész, és csere van. A védő csapat támadni, és a támadás csapat védezni. És amikor mind a kettő csinálnak, az egy inning, vagy játékrész. És a hivatalos baseball meccsen akkor 9 játékrész van. Tehát akkor 9-szer kell 3-at kiütni, és akkor nyeri meg valaki. Tehát akkor tulajdonképpen időkorlát nincs, amikor sikerül a másik csapatból 9. Időkorlát nincs, és nem szabad a baseball match döntetlen lenni. Szóval ha döntetlen a 9 játékrész után, akkor még egy játékrész kell játszani. Eddig valaki ne. Mi volt eddig a leghosszabb baseball meccs, ami volt? A leghosszabb volt tavaly, és volt 21 játékrész, so 12 or több, és több mint majdnem 6 óra volt. And the clock strikes midnight, and the crowd is cheering the clock. It was kind of like Woodstock. Dodgers. It misses, and on we go to the 12th inning. And we keep on. 7 dozen, which is almost double. Well, now the longest. The biggest thing I tell everyone is I wish I remember more of it. You know, from the moment that ball went over the wall. Azt a nézők hogy bírják? Ha jó meccs, akkor kapcsolnak, de sok kapnak a pénzért. De így kicsi nehéz, igen, a tévékivetítés, ha nem terveznek, hogy 3 óra az a szolgás meccs, mint a 6 óra meccs. Most pedig bemegyünk és megnézzük, hogy hol lehet téren edzeni, hogy Teri megmutatja nekünk. Megmutatod? Jó, jó lesz. Sétálunk még egyet. Előtte még egy kérdés, Teri, hogy mekkora a pálya? Szóval a bázisok között az 28 méter. Iha. Igen, szóval minden bázis között 28 méter. A dobódom az 18 méter. És a házabá, ott van egy oszlap. Az az oszlap azt jelent, hogy a házafutás lehetséges, az 90 méter. Itt az oldalon akkor kicsi rövidebb a pálya, mert a parkoló van ott, az 78 méter. De
Tehát hogyha homránt akarnak ütni, akkor az ütőre vár egy 90 méteres, nagyon kemény sprint. Igen. Vagy ha a kerítés kívül, azt jelent, hogy out of the park, és lehet csak gyagolni, kutolni, mert nem kell, mert automatikus házafutás. Hát akkor az jobb. Most nem futunk, visszasétálunk és megmutatjuk nektek a téli helyet. És akkor meg is jöttünk ide a sátorba, amit nyugodtan hívhatunk szaunának, mert olyan marha van. Mit kell tudni erről? Tehát mit tudtok így gyakorolni, és mit nem, amit kint? Ja, szóval hála Isten, akkor itt van egy ütőháló, amit is benne van egy igazi dobódom, és a távolság ugyanaz, mint a nagy pályán. Szóval szabad dobó, élő dobás, és az ütő élő ütés. De benne van a háló, hogy nem kimegy, nem veszélyes többieknek, mert a labda marad bent. A másik oldalon nekünk van meg egy kisebb ütőháló, és van egy gép, amit a gép használunk. Beszéljük erre, mert okay. Mikrofon itt van. Persze, és akkor nem fogom. Szóval mögé nekünk van egy kisebb háló, az csak 12 méter. Az a hálóban van egy dobógép, és a dobógép segít, hogy nem fáradt lesz az edző, hogy sokszor dobni. És de is a gép gyorsabb tud dobni, mint az edző, és jó gyakorlás. Itt a középen akkor bármit tudunk használni, de nagyjából az anyag ugyanaz, mint a pályán. Milyen anyagú salak? Yeah. Vagyis pici salak, vagy normál? Tennis salak. Aha. Igen. És a salak az a szokás, hogy a női pálya teljesen salak. A felnőtt pálya szokás, hogy a bázis között salak, de mi nekünk van fő bázis között, és csak a bázis közül van salak. De ez a pálya akkor nagyon hasznos, hogy jó tanulnak, jó gyakornak. Mondtad a dobódombot, egy szabályos dobódomb. Mit kell tudni a dobódombról? Van ennek valami meghatározott mérete? Kialakítása vagy? Igen, a dobódomb kicsit segíteni a dobó, hogy gyorsabb dobni, mert lefelé tud lépni. Szóval az a szokás, igen. És van ennek valami meghatározott mérete, hogy mekkora, milyen van? Persze, yeah. Minden van határ, hogy milyen magas, milyen széles. Oké. Okay. Tehát nyugodtan lehet jönni télen is. Mi most egy kicsit kimegyünk a nyári melegbe, mert ott jobb lesz az idő. Illetve látom, hogy itt bent nyugodtan lehet tartózkodni és illetve nézni az edzéseket. Yeah, azért építem, mert akarunk, hogy a szülők is jó érzem maguk. Szóval azért építünk itt a néző, hogy a szülők tud látogatni a edzés, részt venni az edzés, és is lent nekünk van lehetőség, hogy felszerelés, pakolni és minden, szóval azért építünk azt. Oké. Okay. Teri, nagyon szépen köszönjük ezt a részletes bemutatást. Szívesen. Megyünk egy kicsit ki, hűsölni a 40 fokba a 60-ból. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Ti pedig gyertek minél többen, ne felejtsétek el, leírásba lent van Terinek az elérhetősége, szeretnétek baseballozni játékosként, vagy edzőként. A weboldalunk, hogy airbaseball.hu. Akkor menjél még egyszerűen. Nyugodtan kergessétek Terit, nem fog elfutni. Maximum bázisok között hova állt. Köszönjük szépen még egyszer. Gyertek minél többen. Igen, várunk nektek. Nem, köszönöm. Megy! Szép! Nem láttam, de biztos benne volt. A portát.